Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben sakmagazinban vagyunk a 2016. október havi adásában. Én Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem ül Magyarország tájaikának legjobb sakkozója, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Tisztelt nézőink, október van, itt az ősz, pedagógusosan mondva boldog új évet kívánok mindenkinek. Ősszel nem csak a tanév kezdődik meg, hanem megkezdődik a nemzeti csapatbajnokság, az NB2-nek a bajnoki küzdelmei is. Szeptember 25-én indultak meg az NB2 küzdelmei, az első forduló lebonyolítására került sor. Mint már többször elmondtam, a megye sakksportját két csapat képviseli az NB2 színeiben, a Nyíregyházi Sakkiskola és a Tiszavasvári Sportegyesület. A Nyíregyházi Sakkiskola a Debreceni Bajnok Sportegyesülettel mérkőzött meg. Én azt hiszem, kijelenthetem, hogy a sakkiskolának nem volt jó eredmény, sőt rossz eredmény volt ez a 6-6, döntetlenül ért véget ugyanis a küzdelem. A papírforma szerinti eredmény a sakkiskolának volt kedvező, az lett volna a várható eredmény, hogy a Nyíregyházi sakkiskola nyer, ez azonban elmaradt, mert két olyan partit is elvesztettünk, amit igazából nem kellett volna. Mondhatni, a Nyíregyházi sakkiskola évelei formában volt, és így aztán 6-6-ra sikerült csupán kihozni az eredményt. Öröm az örömben, hogy két nagyon fontos partit nyertünk az ifjúsági táblákon. Az NB2 küzdelmeiben legalább két ifjúsági játékost kell szerepeltetni, míg a többi tíz táblán felnőtt, tehát 18 éven felüli sakkozók is játszhatnak. A Nyíregyházi sakkiskola győzelmeiből kettőt pontosan a két ifjúsági játékos szállított az egyesületnek, ugyan Dániel és méltó édesapjához Varga Marcell gyűjtötte be biztos kézzel a teljes pontot. A másik csapatunk, a Tiszavasvári Sportegyesület általában gyengébben szerepel, mint a Nyíregyházi sakkiskola, ezúttal azonban ez nem így volt. A Tiszavasvári Mezőkövesdel küzdött meg, és az egyenlő erők csatájában a Tiszavasvári játszott lelkesebben, 7-5-re le tudta győzni a Mezőkövesdet, ami egy nagyon szép indulás, és nagyon szép eredmény a Tiszavasvári játékosaitól. Péter, te hogyan láttad a sakkiskola küzdelmeit? Hát én is, ahogy fogalmaztál, idényeleli formát mutatott a csapat. Gyakorlatilag egy olyan 7,5-es győzelem lett volna reális. Ahogy mondtad, két parti megfordult, ezért lett 6-6 az eredmény. Nem kell ebből vészes következtetéseket levonni. A következő fordulóban mondjuk egy sokkal erősebb csapat ellen ismét bizonyíthat majd a csapat. Inkább a Tiszavasváriról beszélnénk, akik tényleg nagyon jó eredmény értek el Mezőkövesden, ugye ez a 7-5-ös győzelem, és két nagyon látványos partiban nyertek, amit majd be is fogom mutatni a nézőknek. Én úgy gondolom, hogy meghatározó csapattá válik a Tiszavasvári. Nagyon jó igazolásokat eszközölnek, nagyon jó ifjúsági játékosokat tudnak beépíteni a csapatba, úgyhogy remélhetőleg nagy küzdés lesz itt a két megyei csapat között, hogy ki fog előrébb végezni itt a bajnokságban. Én bízom benne, hogy ugye a mezőny első felébe tudunk mindketten végezni, ami reális eredmény lenne, és egy kiváló eredmény is egyben. Én annyit tennék még hozzá, hogy Mizik Tamással beszéltem, a Tiszavasvári csapatvezetőivel, bár a partik még nem elérhetők az interneten, de Tamás elmondta, hogy Molnár János már a megnyitásban nyerve volt az ellenfele ellen, illetve Wagner Gergő ifjúsági játékos is nyerve volt végül is. Tehát nagyobb arányú lehetett volna a Tiszavasvárinak a nyerése, ami még inkább nagy teljesítmény, szép teljesítmény lett volna, de én azt hiszem, hogy ezen teljesítmény előtt is, ezen győzelem előtt is meg kell hajtani a kalapunkat. Mindenképp indulásnak nagyon jó, még hogyha több is volt benne, ugye én azt mondom, hogy a győzelem mindig jó. Azt kell mondani, hogy egyik legerősebb NB2-es csoport, ez a Barca csoport, ugye, ami ugye itt a régió csapatait öleli fel, ugye Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Hajdú-Bihar megye csapatai vannak még ebben a
ebben az NB2-es csoportban. Nagyon erős idén a mezőny, ugye a DVTK-nak a második csapata úgy tűnik, hogy elég erősen fog felállni, feljutásért fog küzdeni, a másik miskolci, a miskolci kisbocsok csapata is nagyon erős, a Hajdúböszörmény is nagyon jól indul, ugye rangadó megvert a debreceni sakbarátokat, tehát kivált kép, oda kell figyelni minden mérkőzésre, hogy a mezőny első felébe sikerüljön végeznünk. Én úgy gondolom, hogy ugye 11 forduló van összesen a bajnokságban, ugye az első forduló megvolt, bőven van lehetőség a javításra, és hát a következő mérkőzés rangadóin is ugye meg kell próbálni minél több pontot, minél jobb eredményt elérni. Nagyon, nagyon erős és jó mérkőzések lesznek, tehát várhatóak ebben az évben. Én úgy gondolom, hogy bízom benne, vagyis bízom benne, hogy ugye, amit mondtam, mindkét csapat ugye sikerül, mindkét csapatnak sikerül az első 6 csapat közé beférkőznie, ami azért nagyon nagy teljesítmény lenne. Én úgy gondolom, a nem reális célkitűzés, de persze nem lehetetlen, hogy az érmes helyek egyikét valamelyik csapat megszerezze, de nagyon kiemelkedő és nagyon erős, nagyon jó csapatok vannak, akiknek nagyobb esélyük van most idén. Hát igyekezünk majd meglepetést okozni. Igen. Úgy tudom, hogy két partival készültél a mai adásra, mégpedig egy ifjúsági játékos partiját szeretnéd bemutatni, illetőleg egy másik fiatal sakkozónak, aki fiatal, mint mi vagyunk, tehát már egy felnőtt korú sakkozónak a partiját, ahol a tiszavasvári játékosai elsöprő győzelmet arattak. Igen. Tehát világosan játszott a tiszavasvári csapatának játékosa, Palágyi Csaba, sötéttel volt Hegedűs Rafael ebben a partiban. Egy nagyon szép támadó játszmát fogunk látni, és ugye én azt mondom, hogy ez az 1800-as, 1900-as évek partijait idézi, maga már a megnyitás is, és maga a szép támadó partinak ugye a befejezése. Azt azért hozzá kell fűzni, ami természetesen fekete nek a hibáit ki kellett használni, de én úgy gondolom, hogy nagyon élvezhető és nagyon jó partit fogunk most megnézni. Régen a sakkozás hőskorában játszottak ilyen csell játékokat, mint a most bemutatásra kerülő Göring csell. Itt nem a történelmi személyre kell gondolni, hanem egy másik német sakkmester, aki kidolgozta ezt a csell játékot. Manapság már emelkedett annyira a játék technikája, hogy nem tudnak ilyen csell játékokat elsütni, de azért mindig jó leporolni a régi fegyverekről a ráülepedett port, és alkalmanként, ha bevetjük, akkor ilyen gyönyörű győzelmeket tudunk aratni vele. Igen, hát lássuk is a partit, ugye világosra E4-jel nyitott Palágyi Csaba, E5-tel folytatta fekete, és D4-jel ugye ez középcsellel indul, D4 következett, amit leütött fekete, és ugye C3-mal egy újabb, úgymond ez már egy gyalogáldozattal folytatódó megnyitás, ugye ez a Göring csell, ezt leütötte fekete, D üti C3, itt több lépés lehetséges, D5 az egyik legjobb lépés. A D5-i C3-mal ugye azt éri el világos, hogy fejlődési előnyt fog csiholni itt a megnyitás elején, tehát a könnyű tisztjei, a huszárjai futói sokkal gyorsabban fejlődnek ki, mint feketének. Huszárral visszaütötte a C3 gyalogot, D6 következett, amire futó C4-jel kifejlődött világos. Most futó E6 következett, ami ugye azonnal a király támadja, vagyis hát idézőjelben fehér, ugye, leütötte ezt a futót. Én úgy gondolom, hogy ez a futó lett nem a legjobb lépés, amit a parti lefolyása is ugye bizonyít. Futó üti E6-tal fehér leütötte ezt a fekete futót, visszaütött a gyalog, és ugye vezér H5 sakkal, ugye azonnal kimozdította ezt a fekete királyt a helyéről. Ez a fehér királynő, király D7 következett.
Itt nem lett volna jó esetleg G6-tal tisztázni? G6 is lehetett volna, arra vezér B5 sakk következett volna, és ugye a B7 gyalogot visszanyerte volna világos, tehát sötét, ugye, ahogy szoktuk mondani, görcsösen ragaszkodik a gyalog védelméhez, nem akarta visszaáldozni a B7 gyalogot, úgyhogy amint meglátjuk, ezt nem tette annyira jól. Vezér B5 sakk ugye következett, itt most ugye a B7 gyalog van megtámadva, király C8-al ugye megvédte ezt a B7 gyalogot, és a sakkot is kivédte fekete, és huszár F3-mal ugye folytatta a fejlődést világos. H6 következett, ugye ez akár huszár G5-öt is hajlamos kivédeni, de ugye megint időt veszteget, megint nem fejlődik a könnyű tisztekkel fekete, tehát én úgy gondolom, hogyha még kötelező is ezt a lépést meglépni, egyszerűen itt nagyon elmaradt a fejlődésben fekete, és hát fehér szépen használja ki ezt. Elsáncolt világos, ugye rövid sánc következett, huszár C6-tal most már ugye fekete is, muszáj, hogy kifejlődjön a tisztekkel. Nem lesznek a sötét állásban gyengék a világos pontok ezen H6 után? De az is, de ugye mindjárt jönnek majd a bástyák is, hogyha aztán futó kifejlődik, akár E3-ra, akár F4-re, és a bástya D1, C1-re, ugye ott a félig nyílt vonalakat elfoglalja, tehát ott inkább azt fogja tudni kihasználni majd fehér. Futó E3-mal ugye fejlődött, világos a futóval, A6-tal ugye megtámadta a vezért, egy picit visszább zavart, a vezér A4 következett, amire huszár F6 jött, és ugye itt vagyunk most abban az állásban, hogy ugye ha megnézzük a fekete haderőt, ugye a H8 bástya, A8 bástya ugye nem játszik, meg az F8 futó sem. Világos ugye elsáncolt, kifejlődött a könnyű tisztekkel, tehát gyakorlatilag a megnyitási alapelveket ugye befejezte, és itt jön az, hogy azonnal ugye megpróbálja azt a fekete haderőt megbontani, ugye felbontani a viszonylag zártabb gyalog szerkezetét feketének, és ugye E5 következett. Ez egy kivált kép, én úgy gondolom, hogy egy jó lépés, tehát nagyon logikus lépés, amit hát valószínűleg el kell fogadni, tehát ezt a gyalog áldozatot, D-üti E5 következett, erre ugye megnyílt most a D-vonal, bástya FD1 következett azonnal, amire futó D6-tal ugye most kifejleszte a futót, fekete, és huszár B5-tel egy nagyon jó lépés jött, ugye azonnal próbálja ugye a fekete haderőt egy újabb könnyű tiszttel ugye itt szétrombolni. Következett huszár D5, ugye bezárja egy picit a D-vonalat, huszár üti D6, C üti D6, következett, és bástya AC1. Ugye erről beszéltem az előbb, ugye a két bástya elfoglalta a legideálisabb pozíciót, ugye felvette a legjobb támadó szerkezetet ebben az állásban. Hát én azt mondom, hogy akár, tehát sok védőlépés lenne, De nagyon nehéz itt már jó tervet találni, meg a legjobb védő lépéseket megtenni feketével. Király D7-tel próbált menekülni a fekete király, ugye kimenni ebből a kötésből, a C-vonali kötésből, és valahogy menekülni a királyával. De ugye most egy meglepő, de egy nagyon jó lépés, vezér G4-jel ugye a vezért átdobta a vezérszány, vagy a királyszányra, világos, és ugye most itt hirtelenében ugye mit kell, vagy hogy védi ki, most a G7 gyalog is támadva van, és egy újabb kötéssel, ugye az E6 gyalog kötésével, bástya üti D5-tel tisztnyerés fenyeget. Egész egyszerűen fenyegeti ez a D1 bástya a D5 huszárt leütni, és nem tudja gyaloggal visszaütni, mert akkor a király ugye sakkban lenne. És egy huszár üti E3 volt az egyetlen lépés, tehát valószínűleg ez a király D7 egy nagyon nagy hiba volt. Vezérüti G7-tel ugye közbeiktatta. Hát itt nehéz jó lépést tenni. Hát vezér E7 valószínűleg huszárüti E5 miatt veszít, amit ugye csak huszárra lehet ütni, és bástya C7-tel ugye megtámadnám a királyt vezér, tehát ott valószínűleg azonnal nyerne világos. Tehát nem tudott mit csinálni fekete, király C8-al vissza kellett mennie.
és ugye F-üti E3-mal, most egész egyszerűen ugye vissza ütötte azt a tisztet. Király B8-al ugye megint menekült fekete király, ugye nagyon sokat lépett már ez a fekete király, és még mindig nem játszik se az A8 bástya, se a H8 bástya, és ugye nagy támadó partiknak, ugye az szokott igazából itt az ereje lenni, hogy nem tudnak játékba avatkozni ezek a tisztek, és ezért fogja fehér itt megnyerni ezt a partit. B4 következett, ami ugye megint egy gyalogáldozat lenne. Ha elfogadná fekete huszárüti B4-je, akkor gyakorlatilag bástya B1 is egy nagyon erős lépés, de huszár E5 is kivált képerős lépés lenne. Úgyhogy bástya A7-tel ugye védi a B7 gyalogot fekete, amire most ugye a királynak a menekülési útvonalát zárja el ez a bástya, ugye király A7-tel nem tud menekülni, úgyhogy most bástyüti D6-tal egy nagyon erős, nagyon jó lépés következik, ugye egy újabb gyalogot nyerek vissza, és hogyha a vezér visszaütni ezt, akkor a H8 bástyát tudná leütni a fehér vezér. Vezér E8-al folytatta fekete, erre pedig huszárüti E5-tel. Ugye megnézzük, most már gyalog előnyből, és még támadólag is állt fel fehér. Tehát ez a totális ugye offenzíva, ugye a fekete király ellen, tehát most már anyagi előny érvényesítésében is megmutatkozik. És milyen szomorú, hogy sötétnek az A8 bástyája egyet lépett, az is rendkívül rossz passzív helyen van, tehát még rosszabb helyen van el lett dugva. Persze nehéz a bástya A7 helyett rossz, jobbat mondani, mert A4, vagyis B4, B5-tel ki lehet nyitni az A-vonalat is, hogyha a király A7-re akarna surranni. Hát igen, tehát itt már nehéz volt, itt már rosszul látunk. A bástya G8-al próbálkozott fekete még, amire huszárüti C6 sakk jött, ugye közbeiktatott. Sakk B-üti C6, és vezér E5-tel. Ugye itt nagyon nehéz ugye C6-ot fenyegetem leütni, ugye felfedéses sakk fenyeget. Bástya G5 jött, ami gyakorlatilag egyenlő volt a feladással. Bástya D8 ugye kettős sakk, ugye se a vezért, se a bástyát nem lehet ütni, mert ugye akkor a másik figura adna sakkot. Király B7 az egyetlen lépés, amire vezér B8 mattal zárt világos. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon élvezhető, nagyon jó partit láttunk. Természetesen ugye fekete többet hibázott a partiban, de ezt világos gyönyörűen használta ki. Én azt hiszem, ezt nevezik lemosásnak. Hát azt is lehet mondani, igen, hogy lemosás, de egy nagyon élvezetes jó parti után nagyon gratulálni tudok itt világosnak ehhez a partihoz, hogy ilyen szépen fejezte be. Azt hiszem, Csabának nem szabad megengedni, hogy nyílt megnyitást játszon az ember ellen, mert nagyon virtuóz módon kezeli az ilyen támadó állásokat. Igen, vagy jobban kell védekezni, ugye? Hát az a védekező, másik. Védekező játékos. Úgy gondolom, hogy fekete igazából nem egy védekező is, egy támadó játékos, és ugye aki szeret támadni, az nem annyira szeret védekezni, meg nem is annyira tud védekezni. Ugye nem az az erős. Ebben a partiban most ugye fehér tudta ráerőltetni a saját játékát feketére. Nézzük akkor, hogyan muzsikáltak a tiszavasvári ifjúsági játékosai. Igen. Van egy fiatal sakkozó a tiszavasváriban, a Piremonból igazolt át, Trembác mesternek a tanítványa, aki már a tiszavasvári csapatában az egy első néhány táblán szokott játszani, fiatal kora ellenére, Rádai Zoltánról van szó, aki dinamikusan fejlődik versenyről versenyre, fél évről fél évre növeli az értékszámát és a tudását is. Hogyan játszott ebben a partiban? Hát egy másik nagyon jól sikerült parti volt, ő is megtámadta az ellenfél királyát, és egy szép partiban múlta felül. És ami a győzelemnek az értékét növeli, hogy ezt mind a harmadik táblán tette, ugye 12 táblán játsszák az MB2 küzdelmeit, és ugye ifjúsági játékosként már a harmadik táblán játszik Rádai Zoli, aki nagyon jó játékos, nagyon sokat tanul, nagyon szorgalmas, néha még ugye a versenyzői adottságok egy picit hiányoznak, ezt kell ugye minél több partival, minél több rutinnal, rutint szerezve ugye kiküszöbölni,
de maga az egyik legtöbbet tanult játékos, ifjúsági játékos, és ugye vele nagyon-nagyon jól járt a Sziszavasvári, hogy sikerült ugye a Piremontól átigazolnia, és ugye minél több pontot szerezni a Tiszavasvári csapatának. Tehát világosan játszott az ifjú tehetség, Rádai Zoltán és Zelei Zoltán volt Sötéttel. Világosan D4-gyel nyitott Zoli, Huszár F6-tal folytatta Sötét, C4 következett, amire E6, és Huszár F3-mal, ugye D5-tel átmentünk ugye a vezércsel alapállásában, amire ugye G3-mal folytatta világos. Ez nagyon népszerű, az egyik legnépszerűbb megnyitás mostanában. Nagyon-nagyon sok szuper nagymester játsza, ugye ez a katalán megnyitás fehérrel, és úgy gondolom, hogy hihetetlen lehetőségek vannak ebben a megnyitásban, úgyhogy nem véletlenül játsszák olyan nagyon sokan, és ugye kiaknázatlan lehetőségeket próbálják meg ugye világossal, és akár Sötéttel is ezt különböző partikban bemutatni. Futó E7-tel Sötét egy szolíd, visszafogott felépítést választ. Itt futó B4 sakkot szokták beadni, és futó D2-re futó E7. Ugye a másik pedig, hogy C6 és a futót ugye D6-ra rakják, az a másik lehetőség. Futó G2-vel folytatta a fejlődés világos, elsáncol fekete, fehér is elsáncol. Tehát fekete ezt a bunkerállást nem nagyon próbálja ugye megbontani. Huszár BD7-tel folytatta a fejlődést, amire huszár C3 következett, és erre C6 jött. Azt kell tudni erre az állásra, hogy itt világos, huszár D2-t lépett, amire ugye azonnal az a célja, hogy E4-gyel megnyissa az állást, és ugye a passzívabb C8 futóra játszon rá, tehát ugye annak most nem nagyon van jó helye fekete állásában. Fehérnek ugye még ott van a C1 futója, de ugye E4 után az majd le fogják ütni, és a huszár kijön. Tehát azonnal ugye megkapom a centrumot, és sokkal aktívabb állást ér el világos. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a nyitással, tehát szinte azonnal előnybe került 8 lépés után fehér. Biztos vagyok benne, hogy Zoli olvasta Horváth József nagymesternek a Katalán futó tűzereje című könyvét. Az biztos, abból nagyon sokat lehetett tanulni. Ugye B6 lett volna esetleg az egyik folytatás, és futó B7-tel ugye kifejleszteni ezt a futót. Bástya E8-at lépett fekete, ami úgy gondolom, hogy nem jó lépés. Tehát egy idézőjelben felesleges lépés, és nem nagyon tudja hova fejleszteni azt a C8 futót majd. E4, ugye folytatta világos ugye a tervét, D üti E4 következett, ugye amire huszár D-ről leütötte az E4 gyalogot, huszár üti E4, és huszár üti E4, és huszár F6-tal, ugye Sötét próbálkozik ugye a cserékkel enyhíteni a szerkezetén, tehát a térhátrányát. Ugye itt azt kell látni, hogyha egy picit rosszabbul állunk, vagy ugye nehezebb a lépés feketével, vagy ugye térhátrányban vagyunk, ugye a C8 futónak nagyon nehéz jó helyet találni. Ugye a D7-en ki lehet fejleszteni, de ott ugyanolyan rosszul áll, mint C8-on az a futó. Viszont ugye a cserékkel könnyítene a helyzetén fekete, úgyhogy ezért fehér nagyon szépen elment, huszár C3-mal kitért a cseréből, amire futó D7 jött. Ugye ez a lépés, ugye most összeköti a bástyákat az alapsoron fekete, de hát hogyha megnézzük, ugye a saját gyalogja mögé nagyon be van szorítva ez a D7 futó, és nincs egész egyszerűen játék tere. Futó F4-gyel folytatta a fejlődést. Világos, vezér A5 következett, bástya E1, ugye nagyon jó lépés, félig nyílt vonalra tesszük a bástyát. Bástya AD8, és ugye itt még talán lehetett volna vezérrel F3-ra lépni, vagy E2-re lépni, de most fehér úgy gondolta, ugye legideálisabb helyen van az összes tisztje, megindítja a királyszárnyi támadás, és G4-et lépett. Szóval nagyon, nagyon jó lépés, ugye az a terv, hogy G5 H4-gyel ugye visszaszorítja, hát most nem nagyon van jó helye ugye a huszárnak,
gyakorlatilag futó C8, Huszár D7 lehetett volna az egyetlen. Úgy gondolom, hogy ezt kellett volna játszania. Ugye H6 jött feketével, amire H4 következett, és ugye itt azonnal G5-tel meg fogja nyitni a fekete haderőt. Elvi hiba sötét részéről H6-ot meghúzni, hát könnyíti a vonalnyitást a királyállás ellen, tehát így aztán már könnyen tud mattámadást vezetni. Világos. Igen, csak ugye nehéz itt már jó tervet találni, ugye H7-en esetleg van helye a huszárnak, ugye futó célja az megint egy csúnya lépés, de legalább a huszárnak biztosítok helyet D7-en, meg F8-on is. Kénytelen volt sötét E4-en cserélni, tehát nem lehetett huszár F6 D7 visszavonulás egy ilyen franciás gyalogszerkezetre, hogyha E5-re tol, mert arra még a C5 is teljes blokkád alá vonja sötét állást. Igen. Hát vezér B4-jel folytatta. Fekete, legalább valami anyagi előnyt szerezzen, G5 következett, ugye azonnal folytattuk a támadást, H5-G5, huszár H7, és hogy nem foglalkozunk a gyalogokkal, vezér H5-tel hatalmas támadást indítottunk, G6, vezér H4, és vezérüti B2-re, vezér G3-at lépett fehér, ugye megvédte a C3 lovat. Hát ugye az a terv, hogy bástya B1-en visszazavarjuk a vezért, és bástya E3-mal visszatérünk majd a H-vonalra. Futó C8 következett, huszár E4, fantasztikus lépés, vezérüti D4, ugye egy újabb gyalogáldozat, futó E5, vezér D3, amire bástya E3-mal ugye természetesen nem cserélünk, vezér C2, vezér H4, és bástya D1 sakra. Az ember úgy gondolja, ezt le kell ütni, de király H2 egy szenzációs lépés, ugye egy bástya áldozat, ha fekete leütni a bástyát aljján, akkor bástya H3, vagy ami a partiban következik, ugye vezérüti H7 mat fenyeget, úgyhogy ezért nem lehetett leütni a bástyát, bástya D3-at lépte, amire bástya AE1-jel, ugye az utolsó tisztünket is játékba hoztuk, bástya ED8, amire futó F1, ugye a D3 bástyát egyértelműen megtámadtuk, és bástya 3D4-re, pedig egy fantasztikus ugye típus áldozattal fejezte be fehér ezt a partit, vezérüti H7 sakk, amire ugye fekete feladta a játszmát, megnyerte világos, ha a király visszaütni a H7 vezért, akkor bástya H3 sakk következne, és király G8-a pedig bástya H8 mattal zárna világos. Egy szenzációs jó támadó partit láthattunk. Ha pedig most ugye sötét király F8-a lépne, akkor vezér H8 matt egy mat lépésben. Lenne, igen. Úgyhogy... Elvi hibát követett el, azt hiszem, sötét, amikor hagyta ennyire játszani. Igen, meg így letámadni a saját királyát és a saját állását. Szép győzelem volt Zolitól. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!